Városunkban 2007 óta működik cserkészet. A komáromi csapat 15 éve az Észak-Komáromi 2-es számú Jókai Mór cserkész csapat Szent László rajaként működött. Akkoriban körülbelül 20 gyerekkel kezdték el a munkát. A 15 év alatt létszámuk több mint 110 lett, ezért a szövetség felkérte őket arra, hogy alakítsanak saját csapatot. Ehhez szükségük volt egy névre, valamint egy zászlóra. Névnek Bíró Lúciánt választották, hiszen Bíró Lúcián cserkész vezető, valamint paptanár volt. A zászlót a szülőktől kapták ajándékba. A zászló avatására, valamint az alapító okirat átvételére december 28-án ünnepélyes keretek között került sor a Jézus Szíve Nagy templomban. Amikor a cserkész közösségeket nézzük, és talán a lehető legfontosabbat szeretnénk elmondani róluk, akkor ami elmondható, az az, hogy bizony vannak törvényeik. Ráadásul nem is akármilyen törvényeik. Isten törvényeiből táplálkozó szigorú törvények. És olyan jó látni azt, hogy egy cserkész közösség ezt tényleg az életévé formálja. Mert ebben a közösségben, ebben a szeretett közösségben, amelyben élnek, éltek, megtanuljátok azt, hogy tényleg rend és fegyelem nélkül nincs jövő, és nincsen boldogság, nincsen élet. Erre az ünnepségre nagyon sok embert meghívtunk, elsősorban ugye a szövetségnek a vezetőjét, Csémi Szilárdot, mi Felvidékhez tartozunk, tehát ők felvidéki vezetők voltak. Több olyan csapat képviseltette magát, akikhez nagyon sok köszünk volt, Észak-Komárom, Marcellháza, Érsekújvár, vagy például a győri csapat, tehát onnan voltak képviselők, és hát a nagy templomot szerencsére megtöltöttük, hiszen rengeteg gyerek, rengeteg szülője volt még itt. A 15 éve alakult cserkész csapat Ötvös Zoltán ötlete nyomán indult, aki a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül keresett pedagógusokat ehhez a munkához. Így találta meg Egyed Gábort és feleségét, Egyedné Hargitai Ildikót. Volt két kisgyermekünk, és úgy gondoltuk, hogy nekik egy keresztény közösséget szeretnénk, ahol nagyon jó barátokat és igazi közösséget találnak, és ezért kezdtük el. És ugye őszintén ez be is jött, hiszen azok a gyerekek, akikkel 15 éve elkezdtük, és pici gyerekek voltak, ők most a vezetőink, ők általában Pesten vannak egyetemen, egy albérletben, minden programjukat szinte együtt töltik, nagyon jó barátságot kötődnek. Elsősöktől tizedikes korukig foglalkoznak a gyerekekkel, akik utána vezetőkké válnak, és gyakorlatilag ők vezetik tovább az őrsöket. A foglalkozásokat péntek délutánonként tartják, a győri és a tatai cserkész csapatokkal jó barátságot ápolnak, sőt, közös programokat is szerveznek. A hagyományokra építünk, tehát a magyar történelem, a magyar kultúra, népdalokat, rengeteget kirándulunk, természettel ismerkedünk, az ünnepélyeken ugye díszsorfalat állunk, illetve aki felkér minket, bármiben segítünk, csomagok szétosztásába, templomkertakarításba, sírrendezésbe, éppen amire szükség van. Vannak tanyázásaink, ezek hosszú hétvégék, tehát mi általában a szüneteinket ezzel töltjük, illetve nyárra készülünk most igazán a nyári táborunkra, a mi sátortáborok, és volt már 24 órás számháborunk például, most hétvégén megyünk túrázni, úgyhogy a három korosztály egy helyről indul, utána összetalálkozunk és például sütögetünk. Következő héten lesz még pénteken szavalóversenyünk cserkészeten belül, tehát rengeteg programot biztosítunk a gyerekeknek.